Edward. Fűmozdító március. Április, füttyös fűs. Május, virágos. Kalászkanyita, július. Kaszasunyita, július. Aranyat iszó, augusztus. Szőlőszagú, szeptember. Levélfűrejtő, október. Önnevelő, november. Terekkora, december. Egyszer volt, ha nem volt, volt a világon egy anya, annak volt két gyermeke, egy édeslánya és egy mostohalánya. Az édeslányát nagyon szerette, de a mostohalányára rá se tudott nézni, mert százszor szebb volt, mint az ő halánája. A jó kis maruska nem tudta magáról, hogy milyen szép. Sem tudta képzelni, miért olyan dühös rá az anyja, valahányszor megakad rajta a szemét. Halena nem sokat lendített a ház körül. Egész álló nap a kemence patkán heberészett, vagy cicamászta piperészte magát. Maruska mindent maga csinált. Takarított, főzött, mosott, szőtt, font, üvegkaszát. Még a tehénkét is egyedül látta el. Dolgozott hajnaltól estig, égett a keze alatt a munka, és szelíden gyűlte anyja és nénye számára. Igyekezz már! És az ebédet ki fogja megfőzni talán én? Ha-ha-ha! És ne feledd a favágás sem? Hú, de most felejtem, szívesen elvégzem azt is. Ajánlom is, te kis vakar! Csak tudnám, hogy minek etetem ezt a haszontalan. Olyan, mint egy beréb, de annyit hal, mint három oroszlán. Borzasztó! Hadd csak, maradt még a tegnapi bolt. Jobb ötletem van. Olyan kopár ez a szoba, nem gondolod, Halenka? De bizony, Maguskám, kifejezetten kopár. Esetleg hozhatnál egy kis virágot nekünk, például ibolyát. Ez az, ibolyát akarok, egy szép csokot ibolyát, én az asszonyom közepére. De hiszen fél van december, ki hallott már arról, hogy a hóállat ibolyáért? Mi? Még feles ez? Azonnal lódulj! Takarod ki az erdőre, és addig biztos, hogy erről még ibolyát nem találsz, hallott? Na, ettől megszabadultunk végre. Olyan hideg van odakint, hogy a farkasok se jönnek elő a barlangjukból. Pár perc alatt megfagy szerencsétlen. Akkor enyém lehet a kendője? Ott hagyta a kovason. Hát persze, már is a tiéd, kedvesem. Mama Muska, a most a lopók ezért érzel megtalálni.
veled, a mosogatás is rád vár, gyerünk! Valami más kell kitalálnunk. De mit? Nem tudom. Mi lenne, ha egyet hozatnánk vele? Nagyon jó. Ebben biztos nem tudom, hogy egy kodosítja. Te lány, hallod? A testvérkéd megéhezett egy kis eperre. Igazán hozhatnál neki egy kosár hálót? Meg lehet drága, mérek. Hogy felolok én ilyenkor? A bugolat nem nő. Ti bolyosan mégis találtál. De meg vagyok szinte kérdezni. Nézd már, hogy felesel a kis verét. Indulj, de nyomban, és meg ne lássam a keper nélkül, hogy ellátom a bajot, te éhen órát. Thank you.
most tohán pedig nem fog visszaengedni alma nélkül a házba. Kérlek szépen benneteket, hol találok almát? Ebben az ítélet időben. Szeptember 5-én ülj ide a helyemre, vedd fejedelmet, és tégy belátásod szerint. Az égen felhők sokasodnak, patkányfog diót lopogtat, napfény balnit körtét ágat, kelek lejellelt almákat. Alma, alma, piros alma, odak lenni a fát. Ha elérnének, kivérnének ezt a kis almát. Én nem vagyok soha a bokrok közé nézve, megtalálod, amit annyira keresel. Látta az anya a lányát, nézett ki az ablakon,
almát eszegeti, nem tud betegelni vele. Megyek már, megnézem, hol van ilyen. Kapta a köbönét, kendőt kerített a fejére, s indult lánya után. Mindenütt hó, lábnyom sehol. Engem is ide fagyasztottatok.